két éve alakult a Német Nemzetiségi Önkormányzat Aparhanton. Faust Jánosné az egyik alapítótag elmondása szerint azzal a céllal jött létre az önkormányzat, hogy ápolják a helyi hagyományokat, megőrizzék az elődeik kultúráját és a még meglévő tárgyi emlékeket összegyűjtsék. Mivel a település nem csak németekből, székelyekből, felvidékiekből, romákból tevődik össze, nekünk az is célunk volt, hogy nem csak kimondottan a német hagyományokat, hanem összefogva a település minden etnikai kisebbség, népcsoport hagyományát őrizni. Mivel nagyon sok a vegyes házasság, így a családok nem különíthetőek el, hogy székely, sváb, német családok. A békés egymás mellett élést szeretnénk jelképezni. Megvalósulni látszik, mivel rendezvényeinken gyakorlatilag minden család képviselteti magát, sikerült már adventi rendezvényt rendezni, farsangi rendezvényt, és augusztus 15-ére a virágszentelés ünnepét neveztük meg a falunapunknak, nemzetiségi napunknak, amit az idei évben reméljük a járványhelyzet miatt meg fogunk tudni tartani. Én jelen pillanatban úgy látom a rendezvényeinkkel kapcsolatban, meg hogy mivel én aparhanti lakos is vagyok, tehát megszólítható minden korosztály, minden család gyakorlatilag, sikerül együttműködni nagyon jól. Jobban szerettük volna a fiatalabb réteget megérinteni, de sajnos még nem sikerült, de hogyha esetleg a járványhelyzet után olyan lehetőség lesz, hogy bált rendezzünk, vagy valami olyasmit, amit a fiataloknak kedvező koncertet, akkor szintén lehet német nyelven is, meg német zenével is kombinálva, akkor szerintem azért őket is el fogjuk ki tudni érni. Már nincs a településen többségben a németség, akik németnek vallják magukat, mivel nagyon sok embert kitelepítettek, nagyon sokat ellett hurcoltak és meghaltak a Málenkei robot idején, és mint mondtam, hogy nagyon sok a vegyes házasság, mint például az én anyukám is székely, apukám sváb, tehát mind a két népcsoportnak a hagyományait tisztelem és szeretem én is, mint más. Ez egy régi mennyasszonyi ruha volt, apadon az volt a szokás, hogy feketébe esküdtek a mennyasszony, feketébe volt, fehér virtusz koszorúja volt, kezében egy imakönyv, egy rózsafüzér, és úgy mentek a templomba. Többek között ez az esküvői ruha is megtekinthető a tavalyi évben létrejött helyi nemzetiségi szobában. Faust Jánosné azt tapasztalja, hogy még mindig fontos a hagyományőrzés a faluban. Ezt a szobát tavasszal rendeztük be az idei évben. Ezeket a bútorokat még egy idős néni, úgynevezett Pervin néni, aki Németországból települt haza Aparhantra, ő neki volt a bútora, stafirungja, sajnos a néni már nem él, és ő fölajánlotta, és gondoltuk, hogy egy kis méltó helyet keresünk neki, a polgármester asszony fölajánlotta ezt a szobát, és itt berendeztük. Hát szerintem most, hogy ez a nemzetiségi napot megtartottuk, megmondom őszintén, én is meglepődtem, hogy mennyire fontos és mennyi gyönyörű nemzetiségi ruha van az emberek birtokába, mert ezen a napon fölöltöztek székelyek, romák, felvidékiek, németek, és gyönyörű színes kavalkád lett. Én egy világcsokorhoz tudnám hasonlítani, amikor egy ilyen magasabb lépcső tetejére lenéztem a tömegre. A település polgármestere szerint nagy örömmel fogadták a helyiek a nemzetiségi önkormányzat megalakulását. Igyekeznek sok programot szervezni, és a munkatervüket úgy alakítják ki, hogy minél szélesebb generációt igyekezzenek megfogni programjaikkal. Sajnos azonban így a járványügyi helyzet azért elég sok dolognak gátat szabott, de bízunk benne, hogy ebben az évben ismét újabb programokkal rukkolnak majd elő.